Öt nagy stratégiai irányvonal mentén kívánja vezetni az újonnan kinevezett igazgató a Bábes bolyai Tudományegyetem Gyergyó Szent Miklósi tagozatát. A magyar vonalon 20 diák, a román tagozaton alapképzésen 12, mesterén 22 hallgató kezdi az új tanévet új igazgatóval kezdi az egyetemi évet a Bábes Bolyai Tudományegyetem Gyergyó Miklósi tagozata. Dr. Horváth Alpár öt nagy stratégiai irányvonal mentén szeretné vezetni az intézményt, az akadémiai közösség fejlesztése, illetve a kutatási tevékenység bővítése mellett fontosnak tartja, hogy az intézmények közötti kapcsolatot is kiépítsék, valamint az egyetem épületeinek a felújítását is prioritásként fogja kezelni az elkövetkező években. Az igazgató szerint az oktatást is fejlesztik. Igyekszünk az oktatást kicsit kivinni az osztálytermekből, akár tanulmányi kirándulások, szakmai gyakorlatok formájában, ami eddig is volt, de minél több cégnek, turisztikai attrakciós helyszínek a felkeresését is cél, célba vettük. Az intézmény vezető öt évre kapott megbízatást, ez idő alatt a dupla szakok, illetve a duális képzés elindításán is dolgozni szeretne. Jelenleg a magyar szakon húzdiák. diák, a román alapképzésen 12, mesterképzésen pedig 22 hallgató kezdi az új tanévet, amely október 1-én kezdődik.